Sziasztok! Először korrektorozással kezdtem a szemek körül. Nem a karikák, hanem inkább a vékony bőrtípusa miatt, mivel átlátszódtak a hajszálerek. Ezt próbáltam eltüntetni korrektorral. Utána barna ceruzával körbe kontúroztam a szemet alul, felül, amit elsatíroztam. Krémes bázist használtam a szemhéjpor alá, azért, hogy tartósabb legyen a smink. Ezt is ecsettel vittem fel, és színátmenettel, a szempilla tőnél sötétebb, és kifelé világosabb színeket használtam. Utána a szempilla sort fölül feketével, alul meg csak barnával hangsúlyoztam. Vékony alapozást tettem fel, mert nekem tetszettek a szeplői. A kicsikét piros posgás arcát egy barackos színnel próbáltam visszább venni belőle a piros posgából. A szájára az én nagy kedvencemet, a színezett szájápolót használtam. Az alapozó nyáron a napsütés ellen, ősszel meg télen a szél ellen is véd. Mivel hogy a mostani alapozókban mindegyikben vannak benne fényvédők és vitaminok is, tehát nyugodtan használhatjátok. Köszi, sziasztok!